Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 3-án a Hold és Neptun bolygó együtt hat. Mindkettő kihat az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre, az álmokra. Lehet az, hogy ő álmodik rólad, vagy te álmodsz valamit, és ez egy fontos üzenet, egy lelki üzenet számodra. Merkur bolygó megáll, úgy egy pillanatra megállnak az események, utána előre halad, tehát lesz mozgás. Én is haladok előre, és megtekintjük a kártyákat. Itt látható ez a nagy medve, az azt jelenti, most kell számodra az életerő. Az is lehet, hogy te adsz számára erőt, vagy ő ad számodra erőt. Fontos, hogy bebizonyítsd magadat. Itt ez a férfi, ezen a kínai kártyán, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, és az azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. Itt a hold a háttérben szintén az álmokra, az álmodozásokra, a vágyakra utal, tehát álmodozik rólad. És itt fontos a párkapcsolat. Tehát ő nyitott ezekről a dolgokról beszélni, kimutatja az érzelmeit, és megvannak nála a vágyak, az álmok, a remények. Itt látható egy találkozás, az életöröm, ez lehet egy meghívás, vagy egy ünnepség is. Lehet, hogy ő tervez valamit, vagy lesz ez a meghívás, és ott találkoztok. Itt látható ez a virágcsokor, ez jelenti a te nőiességedet, a kisugárzásodat, a szépségedet, a jó ízlésedet, de lehet egy kellemes meglepetés is, mint például egy meghívás, vagy egy ajándék, egy ünnepség, ami a munkát illeti, ez a kártya szerencsét hoz, és utal egy kreatív tevékenységre. Itt ezen a képen szintén egy ünnepség látható. Ez lehet egy meghívás, vagy egy ünnepségnek a tervezése. Itt látható az, hogy találkozol másokkal. Lehet, hogy mások segítenek abban, hogy vele kapcsolatban állj, vagy ő tervez valamit, mint például egy eljegyzést. Itt megvan az életerő. Ő álmodozik rólad, és kívánja azt, hogy együtt legyetek, hiszen itt mély érzelmekről van szó. Itt két kártya utal ünnepségre, ez lehet egy meghívás, vagy ő tervez valamit. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Ez a kártya utal a te szépségedre, a nőiességedre is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!